Noha a koronavírusra való tekintettel elmaradnak a március 15-i rendezvények, Marosszentgyörgyön szűk körben, szabadtéren megemlékeztek a forradalom kitöréséről, és megkoszorúzták Petőfi Sándor szobrát. Egy héttel ezelőtt még nagyszabású rendezvénnyel készültek megünnepelni a község főterén, illetve a kultúrotthonban március 15-ét Marosszentgyörgyön. A helyi együttesek, tánccsoportok erre készültek már hetek óta. Eredetileg két RMDSZ-es szenátor is jelezte részvételi szándékát, de mivel a koronavírus a parlamentben is megjelent, lemondtak erről. A szigorítások ellenére a szabadtéri Petőfi Sándor szobornál szűk körben emlékeztek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeire. De ide kijönni és egy koszorút elhelyezni, kifejezni ezáltal, hogy igen, értékeljük az 1848-as forradalom fiataljainak a bátorságát, Petőfi Sándornak a bátorságát, ezt nem lehetett lemondani, amúgy teljesen törvényszerű, és én is, mint polgármester, mivel nagyon fiatalnak érzem magam, még lelkesnek, úgy éreztem, hogy ezt megtesszük, még hogyha szimbolikus üzenete is van. Sófalvi Szabolcs polgármester ünnepi beszédében kitért a hősök iránti tisztelet megőrzésére, illetve a nemzedékek közötti összhang erősítésére. Az ünnepségen részt vett Tóth László, Magyarország csíkszeredai főkonzulja is. Fontos emlékezni, nagyon fontos emlékezni. Fontos, hogy tanúságot tegyünk mind a mellett, amiért 48-49-ben a hősök, az elődeink harcoltak. Fontos, hogy tanúságot tegyünk a nemzeti kultúra, a nemzeti nyelv, a nemzeti egység mellett. Az ünnepi beszédek után a jelenlevők elhelyezték az emlékezés koszorúit az emlékmű talapzatánál.